Brüsszel hetek óta nem ad egyenes választ a szír terrorista vezérügyében. Máig nem tudjuk, hogy mennyi pénzt kapott Brüsszelből Hassan F. Azt sem tudjuk, hogy hány alkalommal töltötték fel a kártyáját pénzzel. Arra sem kaptunk választ, hogy mennyi időn keresztül pénzelték így a terrorista vezért. Hogyan ment át az ellenőrzésen? Volt-e egyáltalán bármiféle ellenőrzés? Egy szóval, Brüsszel terel, és nem ad egyenes válaszokat a már több alkalommal is feltett kérdéseinkre. Holott már a bizonyossá vált, hogy a migránskártyák alkalmasak a migráció és a terrorizmus finanszírozására, elősegítésére. Tehát világos választ várunk, pontosan mennyi pénzt és mennyi ideig utaltak a terrorista vezérnek az európai adófizetők pénzéből.